Az biztos, hogy a Ubisoft nem csak generációváltás előtt áll több másik játékipari szereplővel együtt, hanem a saját játékprofilját is felül kell vizsgálnia, hiszen a Ghost Recon Breakpoint fiaskójával elért az egy kaptafára készülő Open World címek végpontjához. Az újítás szándéka szerencsére megvan a cégben, ez tükrözi az Assassin's Creed Odyssey világát a The Legend of Zelda játékmenete mentén tovább gondoló Immortals Phoenix Rising, és erre lehet pozitív példa a 2019-es E3-as bejelentése óta szintén kicsit átalakított Watch Dogs Legion is, amiben nem kevesebbet ígérnek, mint hogy a helyszínül szolgáló London összes NPC-jét játszhatóvá teszik. A játék hazai forgalmazója, a Cenega Hungary jóvoltából volt lehetőségünk kipróbálni a Watch Dogs Legion-t, és a 4 órás próbakör során többek között közelebbről szemügyre vettük a lázadók besorozását is. Első benyomásaink alapján a rendszer több, mint ígéretes, bár azt már a próbaváltozat is tükrözi, hogy megvannak a maga buktatói. A Ubisoft a Watch Dogs Legionben elhagyja Amerikát, és a közeljövő Londonjába kalauzol el minket, ezzel együtt pedig egy sokkal nagyobb volumenű, a V mint vérbosszú című képregény klasszikust idéző történetet kapunk. A hackerek persze itt is főszerepet játszanak, de ezúttal ők a rossz fiúk, legalábbis a hatalmat magához ragadó Albion nevű csúcs technológiai és katonai nagyvállalat propagandája szerint. Az Albion egy gondosan megszervezett puccsot hajtott végre, elszabadította a káoszt a brit fővárosban, majd a rendfenntartók szerepében tetszelegve átvette az irányítást. A digitális diktatúrában pedig minden katasztrófáért és terrormerényletért a jó öreg detszeket tették felelőssé, de mi majd bebizonyíthatjuk, hogy ez nem így van. Habár első látásra London nem tűnik olyan színes városnak, mint a Watch Dogs 2 San Franciscója, a hangulat a Legionben is nagyon a helyén van, és a fejlesztők remekül kidolgozták ezt a 21. századi technológiákra alapozó rendőrváros államot. Az utcákon drónok járőröznek, katonák állnak minden sarkon, állandók az igazoltatások és letartóztatások, amelyeket presztízspontokért érdemes félbeszakítani, valamint az ekkor már elterjedt elektromos autók bármelyikét lehet központilag egy gomnyomásra manipulálni. Ezt természetesen a javunkra fordíthatjuk, vicces például egy megbuharált kocsival áthajtani a minket üldöző karhatalmistákon, félrenyomás esetén már kevésbé vicces egy szövetségesünket elgázolni. Szóval a Watch Dogs Legion egy remek digitális disztópia, ám az már más kérdés, hogy maga a sztori mennyire lesz izgalmas egy markáns főhős hiányában. Na de hogyan zajlik a lázadók toborzása? Egyértelműen ez lesz a Watch Dogs Legion legizgalmasabb része. Nem parasztvakítás az, amit a Ubisoft beharangozott, itt tényleg mindenkit a DedSec soraiba lehet hívni a leszerelt katonától kezdve, a harcias oknyomozó riporteren át az utcaseprőig. Pontosabban majdnem mindenkit, mert ész nélkül azért nem lehet civileket beszervezni. Ez pedig logikusan következik a felvázolt alapsztoriból, mivel a Matrixhoz hasonlóan itt is sok ember elhiszi az illúziót, és a DedSec-et ellenségnek tekinti, vagy egyszerűen csak fél. Ám minél több hőstettet vagy rendszerellenes akciót hajtunk végre egy adott városkörzetben, annál nagyobb a bizalom irántunk, és annál több lehetőségünk lesz NPC-ket besorozni. Maga a sorozás egyébként egész könnyen megy, bár a játék nem adja ingyen. Érdemes először is jól megnézni, kit akarunk sorainkba fogadni. Ezt egy gomnyomással valós időben megtehetjük, ami ebben a játékban nem töri meg a beleélést, hiszen hackerekről van szó, akik bármilyen privát adathoz hozzáférnek. Ha úgy látjuk, hogy használható emberünk egy-két egyedi skillje, akkor leokézzük és megkezdjük a sorozási folyamatot. Ez a legtöbb esetben egy külön az adott NPC-re szabott mellékküldetést jelent. A próba verzióban ezek a küldetések nem mindig voltak kellőképp érdekesek, de dicséretes, hogy láthatóan a Ubisoft igyekezett mindenkinek a lehetőségekhez képest egy kisebb háttérsztorit kanyarítani. Az NPC-k egyébként sem élettelen pixelhalmazok, mindenkinek van személyisége, életrutinja, és akikkel találkoztunk a 4 óra alatt, azok mind szinkronnal szólaltak meg. Hogy ki mennyire használható, na az már más kérdés. Még jó, hogy a próba verzióban volt 3 alapkarakterünk, akiket különböző karakterosztályokba lehetne sorolni. Volt egy sörétes, puskás, kocsmáros, aki elsősorban a rázósabb szituációkban jött jól, bár a gyakori vedelések miatti állandó csuklásával túlhangos karakternek bizonyult a lopakodós feladatokhoz. Volt egy drónokkal dolgozó értelmiségi csaj, akivel bármilyen magaslatra fel lehetett jutni szállító drónja segítségével, a vízvezeték szerelőnő pedig egy hatalmas csavarkulcsal hatékonyan verte szét a fejét a rendfenntartóknak, ha közelharcra került a sor. Velük rendkívül jól lehetett érvényesülni, ám a további besorozott NPC-kkel nem volt ilyen szerencsénk. Egy sarki kocsmában gyakran megforduló életművészt, egy utcaseprőt és egy irodistát is kipróbáltunk, de egyiknek sem voltak túl hasznos képességei, sőt az életművész fickó kifejezetten haszontalannak bizonyult. Az irodakukac pedig bár gyorsan lelkesen beállt a csapatba, és megidézhető robogója jól jött, de szegény pára annyira törékeny volt, hogy egy korlátnak nekikoccanva azonnal elhalálozott.
Holott a három alapforradalmáról olyan frontális ütközéseket is túléltünk, amiket a valóságban aligha. Bár mindenkinek van egy-két egyedi szkija vagy eszköze, a leglényegesebb cuccok itt például a láthatatlanná tevő eszköz, a bárhová beférő kis pókrobot vagy a bénító hatású kéziboxer bármelyik karakternek odaadható, így ezen a téren egyértelműen sérül a változatosság. Továbbá az is a valószerűséget csökkenti, hogy mind a három kiemelt hős profi hacker, azaz a legtöbb biztonsági rendszert képesek megbuherálni, az autókat bármikor az irányításuk alá vonni, és gond nélkül felveszik a harcot a karhatalom képviselőivel. Nem tudjuk még, hogy a teljes változatban mekkora eltérések lesznek a karakterek között, és mennyire kényszerít majd komolyabb taktikázásra a Legion, de a próbaverzió alapján úgy érződött, hogy lehetne sokkal nagyobb a változatosság az irányítható hősök terén, és az is tuti, hogy nem mindegyik civil alkalmas arra, hogy helyreállítsa Londonban a demokráciát. Így érdemes lesz nagyon válogatósnak lenni, és csak a legjobbakat sorainkba engedni. A Legion nagy újítása mellett természetesen visszaköszöntek a korábbi Watch Dogs-ok és más Ubisoft címek tipikus játékmechanizmusai, ami nem rossz, de nem is biztos, hogy mindenki üdvözölni fogja a jó öreg nyílt világú játékmenetet. Reformok vannak, illetve a fejlesztők csiszoltak sok mindenet, de amit láttunk például hackkelés terén a Watch Dogs 2-ben, és jól működött, az itt is nagyon hasonló lesz. Valószínűleg a sztori sem okoz majd olyan nagy meglepetéseket, habár a próba verzióban a történetnek csak egy nagyon kis szeletét láthattuk pár betörős, feltörős fő és mellékküldetésen keresztül. Ami a misszió komplexitását illeti, a feladatok megoldását tekintve ugyan nagy a szabadság, de nem eléggé. A beépülés lopakodás terén még mindig a Hitman sorozat a király, annak összetettségét pedig meg sem közelíti a Watch Dogs Legion. Nagyon zavaró volt például, hogy ha a szállító drónt irányításunk alá vonva megpróbáltunk egy épület tetejéről bejutni egy célponthoz, nem sikerült, mivel ezt a részét nem dolgozták ki a játéknak. Persze nem várható el, hogy minden épület tömböt leprogramozzanak, belsővel lássanak el, de a játékost az ilyen dizájneri döntések lekorlátozzák, és bizony kizökkenthetik az élményből. Mindemellett feltűnő volt, hogy a Watch Dogs Legion mennyire könnyen adja magát. A sok bénázás ellenére a küldetések teljesítése nem jelentett gondot, és ezúttal, ha vörös zónában, azaz tiltott területen buktunk le, akkor sem kellett pánikolni, mert a rendelkezésünkre álló kütyükkel kijátszhattuk vagy hatástalaníthattuk a jellemzően buta rendfenntartókat. Apropó buta rendfenntartók, az is elég zavaró, hogy elvileg egy rendőrvárosállamban vagyunk, ám a külsőségek ellenére sem az utcai állapotokon, sem a biztonsági kamerákkal telepakolt vörös zónákban nem érződött. Kit érdekel, ha elcsapunk pár civilt? Senkit. Ha szembe megyünk a forgalommal, mert nem állt át az agyunk a londoni balratartásra és roncsázúzzuk a többi autóst, az se gond. És ha rendőrnek ütközünk, vagy egy biztonsági kamera előtt csapunk le egy kommandóst? Bagatel! A próbaváltozatban ezek sem voltak a veszünket okozó hibák, nem kaptunk hatalmas riadót a nyakunkba, de kereket oldani amúgy is gyerekjáték, mert a kemény diktatúra pribékjei hamar elveszítik érdeklődésüket irántunk. Mindezt persze betudhatjuk a próbaváltozat problémáinak, amelyeken a Ubisoft remélhetőleg még sokat fog javítani az október végi megjelenésig. Technikai gondok, bugok egyébként nem nagyon voltak, a játék kvázi stabilan futott, és a látványvilág is kellőképp pofás. Potenciál mindenképp van a Watch Dogs Legionben, ám sok múlik azon, hogy egyrészt mennyire tudják összefésülni a sztorit a markáns főhős nélküli játékmenettel, másrészt mennyire lesznek változatosak és jól kidolgozottak a besorozható NPC-k. Reméljük, megéri lázadni majd a londoni diktatúra ellen, és örömünkben Guy Fawkes maszkban ordítatjuk majd max hangerőn a V mint vérbosszú filmváltozatának végéről ismerős Csajkovszki klasszikust.